Bátorszékét Triathlon Fesztivál olyan rendezvénye a városnak, mely éveken át megmozgatta a sportbarátokat az óvodásoktól az idősebb korig. Családok, baráti társaságok álltak csatasorba, hogy bebizonyítsák rátermettségüket és előlétüket. De ha nem veszük a helyzetet ennyire komolyan, akkor csak azért, hogy egy kellemes napot töltsenek el az egészséges életmód jegyében. 15 év telt el az első sportrendezvény megszervezése óta, de az ismert okok miatt az idei a 13. fesztivál volt. Küzdelemben nem volt hiány. Volt, aki csak önmagáért, volt, aki barátai sikeréért is, és volt, aki a családért is úszott, kerékpározott, vagy éppen futott. Jó érzés, hogy ennyi kis gyereket látok, óvodástól kezdve általános iskolás. Főleg én azért csinálom ezt, hogy ők kedveljék meg a sportot, nem is a triatlont, hanem az úszás, kerékpározás, futást. És akkor majd egészséges emberek lesznek. Én úgy gondolom, hogy a gyereknek a mozgás igénye van meg, a versenyzés igénye van meg, ők azért csinálják. Talán most tudják meg először mai nap, hogy mi az a triatlon. Legtöbben ma találkoznak először ebben a névvel is. A város lakói magukéknek érzik a versenyt, ami nagy segítség a rendezésben és a lebonyolításban, melyből az idei esztendőben a Bátorszékért Marketing Nonprofit Kft. Is jelentősen kivette a részét. És bár a hangulatra nem lehetett panaszt, a résztvevők száma jelezte, valami megváltozott a világban, ez a téren is, és idő kell majd ahhoz, míg újra zsúfolt lesz a Tanuszada környéke. Szerintem a felnőtteknél lesznek kevesebben, tehát ott valószínűleg a Covid miatt más versenyeken is, tehát a futóversenyeken is mindenhol kevesebb az indulók létszáma. Nem baj, fő az, hogy óvodások, általános iskolások, családok jókedvvel csinálják ezt a sportot. Nem csak ma, hanem már kérdeztem tőlük, hogy tudják a pályát, tehát ők előző napokban bejárták. De többsége nem úgy jött ide ma, hogy elindult ezen a megméretésen, hanem előttem edzettek, egymást apuka a gyereket, a gyerek az apukát, vagy az anyukát noszogatta, hogy edzünk együtt, hogy minél jobbak legyünk. És ha már a csapatoknál tartunk, az idei fesztivál abszolút győztese ebben a kategóriában a Bozsodik család volt. A fiúk kemény pressziót gyakoroltak a családra az indulás érdekében. Elég nehéz volt, mert az utóbbi egy-két évben nem sikerült edzenem, de hát nem volt kiút, mert hát megkövetelték, hogy a családnak indulni kell ebbe a váltóba. Most úgy néztük meg, hogy körülbelül a 7. alkalom, hogy így a család együtt indul a családi váltóban. Nyilván különböző korosztályi sávokban, de hát most, hogy az ember egyre fiatalodik, úgy megy előre a sávban is. Benne volt az ő életükben is mindig a sport, úgyhogy annyira nem ütközött nagy nehézségekbe, de azért mégiscsak úgy, hogy nem vagyok itthon a hét közepén, ugye máshol tanulok, úgy azért nehéz ráhatással lenni a szülőkre is. Mindig próbálom forszírozni őket. A forszírozásnak pedig az lett az eredménye, hogy a család hazavihette a legjobb eredményt elérő családi váltó fődíját is. Akik eljöttek, egészen biztosan jó érzéssel távoztak, hiszen ennek a napnak a lényege az együttlét. Néhány gyereknek a jó érzése is meglehetett, hogy sikeresen megmozgatta a családja egészét, együtt készülhetett a megméretértésre apukával, anyukával, közösen készíthettek stratégiát a győzelem vagy csak a jó szereplés érdekében. A Bátorszékért Triathlon Fesztiválnak, mondja a díjakat átadó Bozsodik Róbert polgármester, a legnagyobb ereje a mozgás és a sport szeretetének népszerűsítése mellett a közösség építésében van. És talán ez a siker kulcsa is. Ezért jönnek vissza azok, akik minden évben rajthoz állnak, és talán ők lesznek azok, akik a most távol maradókat a jövőben részvételre tudják majd bírni.